Így néz ki most az Európai Unió járványügyi szemmel. A különböző színek a koronavírus fertőzöttség mértékét jelzik. A stilizált térkép azért szükséges, mert július 15-én éjfélkor lépett életbe a beutazási korlátozás. Ennek értelmében a zöld, azaz alacsony kockázatú tagállamokból Magyarországra szabadon lehet utazni, míg a sárgával és pirossal jelölt országokból való beutazás esetén a határon belépőket szúrópróbaszerűen egészségügyileg szűrik. Testhőmérsékletmérést végeznek, kérdőívet kell kitölteni, szükség esetén pedig házi karantént rendelhetnek el. A szerdai kormányülésen valamivel enyhébb intézkedésről döntöttek a politikusok. Eszerint az országokon belül megyénként, tartományonként is változhat a fertőzöttségi besorolás, mondta el Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón. A kormány az országok besorolásán nem változtatott, és a regionális besorolás lehetőségét megteremtette ugyan, de egyenlőre nem éltünk ezzel, fogunk vele élni, de időre van szükség ahhoz, hogy a járványi adatokra tekintettel az országos tiszti főorvos asszony javaslatot tegyen, és a kormány pedig ezt el tudja fogadni. Bár több országba is biztonságos lehet elutazni, az elmúlt hetekben mégis arra kérték a magyar lakosságot, hogy belföldön tervezzék meg nyaralásukat. A járványügyi adatok alapján hazánk Európa egyike a legalacsonyabb kockázatú tagállamoknak, emellett a gazdaság fellendítésében is nagy szerepet játszik a turizmus. Ennek jegyében készült el például ez a videóklip is, ami a siklósi várat népszerűsíti. Itt a veszélyhelyzet idején sem állt meg a munka. Amíg zárva volt a vár, addig mi itt felújítgattunk, festettünk, kiállításokat rendeztünk át, illetve próbáltuk karban tartani a várkertet. Így hát, amikor újraindult az élet, akkor viszonylag könnyen tudtunk alkalmazkodni, hiszen megvoltak a munkatársaink, és hála a jó Istennek, azt látom, hogy működik a főleg a belföldi turizmus, mert jönnek most a látogatónk hozzánk szép számmal, úgyhogy a legjobbakat reméljük a szezon végére. A kormány egyébként július végén dönthet arról, hogy az 500 fő feletti zenés-táncos rendezvényeket meg lehet-e tartani augusztus 15-e után.